Volt-e olyan, amikor nagyon észnél kellett lenned? Szerintem mindig észnél kell lenni. Pont emiatt, mert bármikor úgymond rossz döntés lehet hozni. Én nagyon-nagyon szerencsésnek tudom magamat mondani, mert valahogy engem elkerültek a rossz élmények. Volt egy-két határeset, volt egy-két olyan dolog, amire azt mondom, hogy hát ez azért érdekes volt, de hála az égnek sosem éreztem magam. De mire gondolsz, hogy férfiak alkalmatlankodtak? Mesélj egy konkrét, nekem így a legvadabb élményem az volt, amikor egyszer Brazíliában fotóztunk az Isten háta mögött, kimentünk egy mozzarella farm, tehát egy ilyen mozzarella tehén farm kellős közepére, és ugye ott se házikó, se kunyhó, se semmi, a lényeg az, hogy nekem pisilnem kellett, el kellett mennem mosdóba. És szóltam a stábnak gyors, hogy hát akkor hely hiány, gyors, begugolok az autó mögé, senki nem jöjjön körbe. És mielőtt még úgymond el tudtam volna végezni az én kis dolgomat, jött a stylist, aki egy hölgy volt, hogy figyelj, nagyon sajnálom, ez tényleg nem én vagyok, de azt mondta a fotós, hogy azonnal kérdezzem meg, hogy mielőtt még pisilnél, nem lehetne az, hogy ő lefényképezi, hogy te hogyan pisilsz, és akkor én így félig letolt bugyi alatt Google-ban azt mondtam, hogy no way. No. Tehát, hogy abszolútli nem. Aha. És akkor így ennyi volt, amit akkor igazából elnevetgéltünk, de hogy azért maga a kérdés is úgy az emberben felhozza, hogy milyen jogon, hogyan és miért gondolta ez az illető. Igen, mert az már megalázó lett volna nyilvánvalóan, és méltatlan, nem is érti az ember, hogy jut ilyen valakinek az eszébe.